another visitor. Stay a while. Stay forever. Üdvözöllek benneteket őságosságomban, és mellettem itt van Jani is. Hello! És Opál, hello! Szelleme, ugyanis ez az a pálya, ahonnan tegnap este tőlük kiréptem. Nézzétek meg ezeket a cizellált csodákat, mert ez a impressionista művészet kifejeződésében örömmel rátalálnak olyan modokra, amit nagyban segítik a munkájukat érzéssel. Keveredett, na hát, van értelme felfedezni jellegű remélhető téma. Betöltöttem a szévet, amit lementettem a szerverről, miatt kidőttem. Na most a egész pálya ilyen teljesen egyszínű, sima zöld, mint hogyha le lenne linoleumozva Lenin mauzóleuma. Úgy nézett ki, mindenféle cuccok nélkül, úgyhogy ugye itt van nekem ez a zöld nagy gomb, ami itt is megtartó valahol a Regenerate Terrain. Ezt a nagy zöld gombot is meggyomjuk, tehát meggyomjuk, és akkor biztosítjuk magunkat, hogy a megfelelő felületet konfirmáljuk le, és abban az esetben a mindent generál, tehát a, hogy is mondjam, a növényzetet, meg a köveket, meg ezeket újra generálja, rendesen belül mindent a susnyás hozni kell a filmot. És a másik fele pedig az, hogy ja igen, és ezek most az én módjaim, ez azért történt, mert az Alien bájom kikerült, kicsi gyorsabb a pályák generálásról, meglátjátok, nekem a kultúrgépemen. És hát újra generáltam, és hát lett textúra, meg lettek fák, ugye lecserélt az összes bájomat, tehát marha jó kísérletező mód, és akkor ennek örömére egyébként ki is kapcsolom alaposan, hogy ne nyomjak rá véletlenül. Ugye itt, amit még használok, így körbe mutogatom a közös részt, mint egy mini tutorial, hát ugye ezzel sajátíthatod ki a robot, meg fogom mutatni, akkor lekerül ide, ezzel kihúzol köré egy keretet, és amit kijelöltél, azok az épületek a tieid lesznek, vagy a mi csapatunk, nem tudom, hogy megy ez pontosan, és utána már ugye gondosan le lehet bontani a másikkal. Én ezt ráadtam két egymás közeli billentyűretet, amikor hangulatban vagyok, akkor ilyen baromi gyorsan tudok mondani. Azt nem értettem egyébként, amit Opál mondtál, hogy tovább gyalogol az embered, mert valahogy így kéne kinéznie. De majd ez is látszani fog, lesz egy ilyen húsolós, zenélős, begyorsítom a játékot, amit játszok, és szerintem lehet majd benne találni olyan fogásokat, amiket még nem ismertek az én modokból, hogyha éppen szeretitek azt a zenét, mondjuk Opál nem szereti a dubstepet, úgyhogy azt hiszem ki nagyobb. Rendítsek. Ugye itt vannak mindenféle blueprintekhez szükséges baszok. Jackhammert, sőt a Krasztoriónak ugye van az az Alien szmötyina, az azt gyűjtő vaslapátot, azt se érdemes igazán betenni, mert úgy vettem észre, hogy a nálam Ctrl D, ez ugye mindent kiírt, és hogyha nincsen így benne semmi, még talán nem is tudom mutatni, mert hagytam magamnál valamennyi téglát. Így letéglázom szépen. És akkor mivel nincsen más tárgy, ezért vissza lehet szedni, vagy szedetni, na és ez jó az mögyire is. Úgyhogy nem igazán van rá szükség, mi van még itt, ami érdekes. Ugye én igyekeztem innen föntről mindent kikapcsolni, úgy látom ez most visszaaktiválódott, nem tudom kinek a setupja fut éppen. Lehet, hogy végig kell néznem az összes beállítást. Jaj, de jó, az is rátekintek majd. Ugye ez az a két dolog, amikor ilyenkor az attack toggernál, ilyenkor nem bonyolódnak harcba, javítanak, építenek, stb., de nem harcolnak. Ha meg ezt nyomod ki, akkor pedig nem építenek, nem bontanak, viszont harcolnak. Illetve így nem csinálnak semmit, csak jönnek veled, mint két kabala szütyű. Rendítsek, a Factory Planet ismeritek, nézzük inkább itt belül tovább. Ja, nem is lehet görgetni. Kiváló, végre nem lehet görgetni. Az Infomatront, hát azt én ide kiraktam, mert olykor talán jó, ha már igyekszem letiltani. És ugye az Altog, nem tudom, hogy nálatok hogy van a billentyű, ki van konfigurálva ebbe. De ezzel lehet állítani, hogyha az én billentyűim ragadtak rátok, én kiszedtem az Altot. Csomó minden Alt billentyű kombinációt használok, és egyfajtában villognak a tárgyak, azt nézem, hogy miért nincs. Ez majd később a járművekhez, de erre emlékeztek. A Mindstorms, nézzük meg, milyen eredményeket értettek el. Én ugye a bányászatot támogattam, tehát kezeltem azt, hogy nagyjából legyen tégla, meg kő, meg a kétféle lap. Mert aztán 87 chili játszolhat, szóval 10-23-on végigjátszottam. Nézzük csak. Na mindegy, addig megmutatom. Ja, igen. Eredmények, tehát elég gyorsak vagyunk. A 14. percre már Janis által vezetett kutatási részleg létrehozott egy bázikus technológiai kártyát, és 38 percnél átrobbantunk az automat,
automatizálós technológia kártyába. Egyébként elég szarul állunk, de nem baj, ezeket nézzétek, még alig játszottunk valamit. És ugye elvileg itt próbálja ő benyalni az ilyen lényeges dolgokat, de hogy fedezzük fel a technológiákat, úgy majd nyílnak meg még a achievementek, csak azokat addig titokban számolja. Jó. Itt aztán már nem volt semmi érdekes. Beállítások, vérizgalmas világa. Na nézzük. Mondjuk ezt kikapcsoltam, tehát ez átjött. Mondjuk ez lehet, hogy mind a két fázisban így volt. Mondjuk nézzük meg a Black Marketet. Ezt úgyis most beraktam és kidobtam a transport drónt. Bár főleg a Black Market hibája, de most meg nem fagy. Igen, ez fontos. És így igazándiból egy rövid ideig lehet szerezni anyagokat, de utána kurvára felmegy az ára, és hogyha eladsz valamit, azt se tudod így folyamatosan csinálni, mert szintén az ár bemozdul, és ilyen egy-két kreditért fogják megvenni. Tehát tartósan, automatizáltat így az elején nem lehet, utána meg ugye egy meglátás kérdése. Mondjuk elvileg, hogyha ritkán adogatsz el, akkor az úgy talán működik, ritkán nagy mennyiségben változatos dolgokat. Jó, a Blueprint Sandbox, ezt nem szabad bepipálni, mert ez eltörhet egy pár modot. Oh, Discovery Tree csak nem működik, miért vagy bent? Na mindegy, majd kiveszem. Igen, ez nem jó ötlet. Minél több tiberium kerül hirtelen az inventory-ba, annál inkább meghalsz. Ja, egyébként ebben már be van téve az a mód, a Keep Inventory nevezetű. Nem kell taglalnom, játszottatok Minecraftot szerintem a legtöbben. Oh, no. Ez nekem kell. Oké, újra kell állítanom a dolgot. Egyébként nagyon mókás, hogy egyből tudsz kisházba kisházat pakolni, és ilyen nem euklidészi geometriájú bázisok jöhetnek létre, én csak tudom javasolni. És ráadásul elvisz egy csomó erőforrás, hogy kraftolod a házakat, meg a házakat. Oké, igen, ez az inventory repair, ez, amit beteszel az inventory-ba, és van nálad szerelő, akkor megjavítja, nem kell lerakni. Ez elvileg gyűjti a lootot. A milestones, ja. Igen, üts. Ez 15 volt, én tisztán emlékszem. Ez pedig, ha jól emlékszem, és miért emlékeznék jól, 20. Viszont szar, mert ezeket nem tudom, hogy lehet átírni. Na mindegy, majd kiderül. Ez az előnye annak, hogy játékonkénti konfigot állítasz be. Én fogom úgy játszani, hogy ők játszák. Úristen, milyen modokat nem tudok átállítani. Jaj, nekem. Hol vagytok? No. Igen, ezek az alapbeállítások. Na jó. Például a Crash Torino-nak véges az olaja, vagy végtelen. Anyád. Ezek tényleg az ő beállításaik. Ja. Ezt még beállíthatom, de... Hát az ő beállítás... Nem tudom, tudja valamelyikötök, hogy hogyan kell ezeket a beállításokat átállni, ezen átírni ezen belül, mert... Nem volna kedvem, csak nem ezekkel a beállításokkal. Mondjuk egy ilyet csinálok. Mert már így el is neveztem meg mindegy, hogy meg ezzel fogok játszani. Jó. Átalakítás az mindig ups. Rendben, kilépek a játékból. Bemegyek a settingsbe. Megnézem a mod settingsbe szintén a Crash Torino-t, hogy elbaszta el, vagy nem. Tudjuk, Crash Torino nem baszta el, egyszerű. Akkor most kilépek. Belépek az egyébbe szerintem, mert... Ahaha! És akkor ezt kiszedem. Remélem, hogyha nem érek hozzá a többi széfhez, akkor azok megtartják, mert minek buzerálnád mindegyikét. Szerintem elég logikus játék. Most a Crash Torino hirtelen átváltott véges olajba túl való félelmemet. Leruhasztandó, ráellenőrzök. Nagyon jó. Visszamegyek. És most már a jogosulatlan széfbe megyek, benézzük, mi történik. Imádom, hogy ilyen gyors. Még videót is rendelem, akkor lesz a kamera? Igen, most már valószínűleg igen. Hát egy picit hüppentett egyet. Egyébként csak megmutatom, ilyeneknek nincs, úgyhogy ez teljesen fontatlan információ.
hogy valahol itt van riszken, tehát hogyha ember nincsen megelégedve az árakkal, vagy valami gyanús neki, akkor ezt megnyomja, hogyha valaki használna ezt. Itt meg vannak az árak, látszik, hogy csak olyan van, ami már fel van fedezve technológiailag. És ugye a komponensek árát összeadva, beleölt energiát hozzávéve és rárakva egy jó kis ilyen rátát, kerülnek ide a dinamikus árakkal manipuláló tárgyak. És hát igen, tehát legalább a Janis készített nekem egy csomó mindent, tehát ez az előnye. Akár vehetnék urániumot és meghalna, ez mennyi? Aha. 577 unitot próbáljunk kitermelni 200-asával, az úgy 500 ezernél egy kicsi, nem. 50 ezer, 100 ezer, 120 ezer mondjuk 200 darab egy stack. Ebben az esetben, hogyha 120 ezer, akkor a hajón esetlegesen. Janisnál gondolom, ez ugyanígy ki volt kapcsolva. Mondjuk eladok neki ércet, nem nyert követ, nem nyert halat, nem nyert, mit lehetne még eladni? Könnyű megcsinálni, izadek harcot. Hát ez így az elején majdnem egy az egyben, ez drágább. Ez sajnos olcsó, nem ugye bonyolult összerakni. Egy kicsit több. Ami jó szokott lenni egyébként, az ő. Igen. Ezt nem annyira bonyolult megcsinálni, persze egy idő múlva elveszti a varázsát. Na jó. Szerintem elkezdtem ramblingolni, ez egy angol kifejezés, magyarul talán mammogásnak tudom fordítani. Ó, FVG szint. A magyarázástól is kapok pontokat, vagy lehet, hogy amennyi időt eltölt az ember. Opá panaszkodott, hogy ez itt neki nagyon nem megy. Úgyhogy most kivételesen ebbe fogom ölni a pontjaimat, megnézzük, hogy hánynál ad reach bonuszt. Mert tényleg még mindig nullát adott, bár a repair speed-en már másfélszeres. Kiváló. Azért a többibe is fogok ölni dolgokat. Hogy van beállítva a bügyőm, hogy ez a legfontosabb bügyő itt, meg hogy ez ne legyen bekapcsolva, mert mi a fenének tömködje vissza a gépeknek a kimeneti nyílásába az anyagokat, az engem eléggé zavart. Oké. A romokban a gazdaság. Nézzük, mit hagytam nekik itt a ládába. Azért van egy pár romok, meg ők is hoztak haza. Ja igen, és a terepgenerálás. Ezt a csánkot megtartotta, itt fölmérgesítettem opált, azért ilyen piros. Illetve valaki itt lent ott hagyott néhány sínt, az a vicces, hogy egy olyan 50 sínt egy kicsit nagyobb körben, így körbe mászkálva, össze is lehet gyűjteni, mert aránylag gyakori, de tényleg a tech szintől függ, hogy miket spanol le. Vigyázni kell, mert olykor erődök is győrnek. No. Szerintem ennyit a mammogásról, és akkor innentől egy snitt. És valami rettenetes muzsika. Nézzük. Térképet, ez mindig jó átvezető. Mese a penicillin törpék pukkantógépéről, és arról, hogy miért tértek vissza mégis a kézi pukkantáshoz. Annak idején, amikor az emberek elkezdtek szemetelni, egy ideig még semmi nem történt a szeméttel, csak gyűlt, gyűlt, aztán amikor már annyira sok lett mindenfelé, hogy kezdett kényelmetlenné válni az embereknek, akkor egyszer csak ki tudja honnan, megjelentek a penicillin törpék. Odaálltak az emberek elé, és azt mondták nekik. Üdvözlet nektek, kedves szemetelő emberek! Mi vagyunk a penicillin törpék, és azért jöttünk hozzátok, hogy adjátok nekünk a szemetet! De hát mire kell nektek az, amit mi csak úgy eldobálunk? Kérdezték gyanakodva az emberek, de aztán belátták, hogy őnekik az mindenféleképpen jó, ha megszabadulnak a szemetüktől, és végül is ráálltak a dologra. A törpéknek se kellett több, egy nap alatt megtisztították a környéket. Kis kézi szerszámmal, úgynevezett pukkantóval dolgoztak, de közben senkit nem engedtek a közelükbe. Aki messzebbről figyelt, az időnként kis pukkantásokat hallott, ezért nevezték el az emberek ezt a kis lepkehálóhoz igen hasonlító szerszámot pukkantónak. Egy biztos, eltűnt minden, amit szemétnek lehet gondolni. A törpék is eltűntek,
A kis települések környékét azonban innentől kezdve tisztán tartották. Lett is öröm mindenfelé. Aztán eljött az idő, amikor az emberek és az állatok egy része városokba költözött, és itt már sokkal nagyobb mennyiségű szemét képződött, mint korábban a tanyákon vagy a falvakban. Ekkor kezdtek a penicillin törpék egy nagy pukkantógépen gondolkodni, vagy ahogy ők nevezték, penicillin energia tisztasági indukátoron, azaz PET-in, becézve a PET-in. Ez majd elvégzi helyettük a nagy mennyiségű hulladék felismerését, osztályozását, begyűjtését és bepukkantását is. Egy napon aztán megjelentek a penicillin törpék a gépükkel, ami, amikor helyben összeszerelték, kísértetiesen emlékeztetett egy dagadt óvodásra, csak 3 méter magas volt, és fából meg indából készült, belül a szerkezet pedig brumbolitból lett kifaragva. A brumbolit egyébként általános nevén a mackókő. Ez az anyag nagyon jól alakítható, vágható, csiszolható, finom szerkezetek is építhetők belőle. Na de visszatérve a penicillin törpékhez, ezzel az óriási PETI géppel láttak hozzá a város kitisztításához. A PETI ide-oda nyúlkált, és nagyra nyitott szájrészébe szórta, amit talált. Képes volt a gép szinte külön-külön is ízlelni a hulladékot, és a különböző rekeszekbe szétválogatni. Egy szó mint száz, ripsz-ropsz készen is lett a gép a város feltakarításával. Már majdnem el is pakolták a PETI-t a törpék, amikor rohan egy ember a házak között, és kiabál. Hé, ha-hó, várjanak! A vakolókalalam! Hát elvitte a vakolókalalamat! Szóval kiderült, hogy a PETI tévedésből beválogatta a többi szemét közé az uzsonnázás közben lerakott szerszámot, mégpedig a különösen koszos fémhulladék rekeszbe. De addigra már másfelől is rohantak reklamálók. A fűszeresnek például egy zsákocska medvehagymája tűnt el, amit letett a pult mellé, csak közben lepisilte egy kutya, és a PETI érthető módon bekasszírozta. Megint mások viszont arra panaszkodtak, hogy nem pucolta el rendesen a szemetet. Lett tehát elégedetlenség és vita. A PETI ugyan pótlólag beette a kifelejtett dolgokat, de a tévedésből begyűjtött tárgyakat már nem volt képes visszapukkantani. Úgyhogy a penicillintörpék szépen bocsánatot kértek, szereztek az elveszettek helyett új vakolókanalat és medvehagymát, aztán elmentek. Nekiálltak azon gondolkodni, hogyan is lehetne tökéletesíteni a szerkezetet. Addig-addig töprengtek, míg feltalálták a PETI 2-t, ami sokkal finomabb selejtező szerkezettel volt felszerelve, és ami ennél talán még fontosabb, képes volt visszafelé is pukkantani. Ez azt jelentette, hogy amit benyelt, és már be is pukkantott, azt adott esetben helyre állítani is tudta, de csak az eredeti sorrendnek megfelelő fordított sorrendben. Például, ha valamit ma délután 4 órakor bepukkantott a gép, azt könnyűszerrel vissza lehetett alakítani mondjuk 4 óra 5 perckor. Ám ha már jó idő eltelt, rétegenként vissza kellett alakítani szemétté az azóta beküldött pukkantmányt is, mert csak így lehetett hozzáférni a kívánt dologhoz. A sokkal finomabb selejtező rendszer pedig azt jelentette, hogy a PETI 2 meg tudta különböztetni a különböző érzelmi hozzáállásokat az adott szemétnek látszó tárggyal kapcsolatban. Tehát egy kis idő elteltével ezt a PETI 2-t kezdték a penicillin törpék a főtéren összeszerelni. Amikor készen lett, úgy nézett ki, mint egy hatalmasra megnőtt gimnazista fiú, csak ez is fából és indából és brumbolitból lett megalkotva. Ez a gép is a hosszú kezeivel szedegette össze a szemetet, de időnként használt még egy nagy seprőt és lapátot is. Sőt, egyszer-egyszer elővett a hasa felüli mélyedésből egy porszívó csőszerűséget is, amit így begyűjtött, hamar be is pukkantotta, és gyorsan végzett az egész várossal. Csak hogy már megint rohantak a majdnem szétszedett gép felé a város lakói, hogy kérem, kérem, egy órával ezelőtt a gyerek félbe hagyott egy vajas szendvicset, mert ki kellett neki menni a vécére, és mire visszament az asztalhoz, már nem volt ott a kenyér. Erre azt mondták a törpék, ez nem lehet, kérem, mert a gép megérzi, hogy akar-e a gyerek abból a kenyérből még enni, és itt biztos nem akart már a gyerek. Na erre a haragos mama mit válaszol? A gyereknek akkor
is meg kell ennie az ételt, ha nem akarja! A gép ne játszol össze a gyerekkel, hogy elblicceljék az evést! Szégyen, gyalázat! Na, mire arról a félbehagyott vajas szendvicsről lepukkantották a szemetet, félig megtelt a tér hulladékkal, ráadásul így még a mama is azt mondta, hogy Mégis gusztustalan lenne a sok szemét közül kienni ezt a fúj kenyeret. Fúj! Ráadásul nem ez a mama volt az egyetlen reklamáló. Így aztán a tér telides, teli lett hulladékkal, és a gép megint kezdette előről a szemét bepukkantását. A penicillin törpék csak jóval később jelentek meg újra, és a főtéren elkezdték összeszerelni a Peti 3-at. Ha-ha. Ebbe állítólag már mindent beleépítettek, ami a tökéletes működést biztosítja. Volt benne szándékelemző, rothadáskalkulátor, viseltességjelző, fajtaság meghatározó és pukkantás sorrend cserélő is. A legnagyobb találmány azonban az volt, hogy a Peti 3 már tudott gondolkodni, és a törpék úgy alkották meg, hogy mindent úgy végezzen el, mintha ő maga is penicillin törpe lenne. Mikor működésbe hozták a város főterén, pont úgy nézett ki, mint egy hatalmas, erős és kissé dühös felnőtt ember, aki a kora ellenére szeret verekedni. Ez a gép is fából, indából és brumborikból készült. Ment a Peti 3, hosszú kezeivel gyűjtötte a hulladékot, és dühösen el is tüntetett mindent a szájában. Csak hogy ez a gép sem lett tökéletes. Érzelmei voltak, elképzelései, valamint önfejű volt. Annyira finoman érzékelte a szándékot, hogy személygyűjtés közben már előre elkobozta egy kisfiútól az érintetlen rágógumiját, mert tudta, hogy a gyerek egy óra múlva úgyis kiköpi azt. Ráadásul nem bírta elviselni a kritikát. Az első reklamálót már akkor bepukkantotta, amikor előadta kérését. A következőt akkor, amikor még épp csak hogy megszólalt, az őt követőt pedig akkor, amikor még meg se szólalt. Na, erre fogták a penicillin törpék ezt a gépet, először visszaalakították az embereket, majd bocsánatot kértek tőlük az okozott kellemetlenségért. Aztán szétszerelték a Peti 3-at. Újabbat viszont már nem építettek. Rájöttek, hogy nem a gépek fogják megoldani a felmerülő problémákat. Így aztán azóta is kézi módszerekkel dolgoznak inkább a penicillin törpék, lassan, de biztosan, és csak nagyon ritkán tévesztik össze a szemetet a hasznos tárgyakkal. Itt a vége, fuss el! Miért ne? Mese a folyton csak nyeldekelni akaró varacskos torkanyról, aki sajnos nem javult meg, és ezért pórul járt. Hol nem, ott állt egyszer egy dimbes-dombos vidéken, bokrok, füvek, sások között egy varacskos torkany. Nem sok mindent tudott magával kezdeni, azaz, hogy semmit sem. Naphosszat csak ott áldogált és tátotta a száját, vagy üldögélt a száját kitátva, vagy csak heverészett nyitott szájjal. Volt, hogy a száját erre tátotta, volt, hogy arra tátotta, néha becsukta, de aztán megint csak kitátotta. Tátogatott. Pedig ehelyett mennyi minden mást is csinálhatott volna. Például eljárhatott volna teniszezni, vagy főző tanfolyamra, esetleg hajtogathatott volna magának papírrepülőgépet. Ám ő csak áldogált, tágra nyitott szájjal, forgott hol erre, hol arra, és arra várt, hogy a sült galamb abba a nagy szájába belerepüljön. Vagy ha nem is pont a sült galamb, de valami, amit le lehet nyelni. Mert hogy ennek a varacskos torkainak az volt a sajátságos mániája, hogy nagyon szeretett lenyelni valamit, és azt a valamit, már úgy lenyelve, magában tartani mindaddig, ameddig csak lehetséges. A varacskos torkanyok amúgy általában az általuk lenyelt dolgokat egy idő után kiköpik, mert a nyelés náluk pusztán kedvtelés, és nem sok köze van a táplálkozáshoz. Ezek az állatok ugyanis közvetlenül föld energiával töltekeznek, amelyet a puha nagy lábukkal szívnak fel a földből.
A szájuk csak azért olyan hatalmas, hogy annak segítségével ilyen-olyan labdajátékokat játszhassanak. A legügyesebbek például kiemelkedő eredményeket érnek el egy kosárlabdához nagyon hasonló játékban, amelynek a neve torkanylabda. Ezt úgy kell játszani, hogy két varacskos torkany odaáll egy mezőre egymással szemben olyan 10 méternyi távolságra, mindkettőnél van 5-5 labda. A játékosok ezután felváltva egymás szájába köpködik a labdákat, és minden találat pontot ér. A gumigömböt nem szabad teljesen lenyelni, hanem amilyen gyorsan csak lehet, vissza kell röpíteni az ellenfél szájába. Az győz, aki a legtöbb pontot gyűjti össze a legrövidebb idő alatt. Ez a varacskos torkany azonban, akiről ez a mese szól, sajnos nem jeleskedett ezekben a játékokban, sőt, mindig ő kullogott a ranglista legvégén. Na miért? Mert ő aztán nem szerette a labdát időben visszaköpni, sőt, a legtöbb esetben le is nyelte, és még egyszer az is megtörtént, hogy miután lenyelte a labdát, el is futott vele egy közeli fa mögé, hogy ott elbújjon, és magában tartsa mindörökre úgy, hogy ne is kelljen már soha többé visszaadnia. Ezután az eset után zárták ki a Torkanylabda Egyesületből, és ekkor határozta el, hogy útszéli szájtátó lesz inkább ahelyett, hogy játékokkal foglalkozna. De azt még elfelejtettem elmondani, hogy miért az a neve ennek az állatnak, hogy varacskos torkany. Hát azért, mert a szája körül nő neki 4 vagy 5 távolról varacsknak kinéző kis kezecskéje, amelyeket ha ökölbe szorít és egy kicsit még be is húz, akkor ezek ténylegesen még legjobban a gömböt-szerű varacskokra hasonlítanak. A torkanyok nagyon jól bánnak ezekkel a kezecskéikkel, bármit meg tudnak velük fogni, de kiválóan alkalmasak ezek a varacsk kinézetű kezek feszegetésre vagy hajlítgatásra is. Sőt, gyúrni is jól tudnak, például kis labdacsokat, amelyekkel aztán egymást vidáman megdobálhatják. Szóval se szeri, se száma az értelmes elfoglaltságoknak, amelyekkel egy belevaló varacskos torkany magát lekötheti. Ám ez a bizonyos varacskos torkany, akiről a mese szól, nem talált semmi örömöt, még ezekben az elfoglaltságokban sem. Inkább kigyalogolt a határba, kiállt a dimbek, dombok, bokrok, sások közé, és csak tátotta a száját. Egyszer aztán, hogy nem, arra tévedt egy szakadt ruhás vándor, akinek épp ott vezetett el az útja, ahol ez a torkany heverészve tátogtatott. A vándor öltözéke egyébként annyira viseltes volt a sok vándorlástól, barangolástól, hogy az egyik csizmája már teljesen lekopott a lábáról. Így lépkedett. Az egyik lábán volt csizma, a másikon meg nem. Szóval ezzel a felemás járásával jött a vándor, és ahogy lépkedett, nem vette észre az útjában heverő tátogó varacskos torkanyt. Aztán ahelyett, hogy a lába elé nézett volna, egyenesen belegyalogolt a nagyra nyitott szájba. Pont azzal a lábával lépett bele a vándor a torkany torkába, amelyiken nem volt csizma. A varacskos persze úgy rászívta magát erre a lábra, mint egy nagy teljesítményű szivattyú. Ráadásul még erősen meg is markolta a vándor vádliát az 5 kis kezecskéjével, jelezve, hogy ezt a zsákmányt ő már ebben a büdös életben többé ugyan el nem engedi. A vándor egy ideig kérlelte, hogy engedje szabadon, de a torkany hajlíthatatlannak bizonyult. Ha csak egy kicsit is megpróbálta lefeszegetni magáról a reácuppant koloncot, ő még erősebben kapaszkodott, húzóckodott, markolászott. A vándor egy ideig elgondolkodva nézte a lábára magát rászívó varacskos torkanyt, majd rájött, hogy neki így is jó. Sőt, sokkal jobb, mert lett hirtelen egy másik csizmája is. Ahogy így magát megszemlélte, azt látta, hogy a varacskos pont addig szopta föl magát lábára, ameddig a jó csizmája felért. Így aztán kolonc ide, kolonc oda, tovább indult vándorútján, és örült, hogy nem töri fel már a talpát a köves talaj. Ment, mendegélt, és addig ment, míg szépen át nem ért a valóságba. És ott már a varacskos torkany bizony hip-hop,
átváltozott egy közönséges csizmává a lábán. Pont olyan lett, mint a másik csizma, csak egy kicsit újabb. Egy-két év alatt aztán hozzákopott a másikhoz, és már senki nem mondta volna meg, hogy melyik az eredeti, és melyik az, amelyik a varacskos torkanyból változott át. Az egészben az a rossz, hogy a vándor a valóságba megérkezve egy idő után már nem vándorolt annyit, és sokszor nem is a csizmáját vette föl, hanem a cipőjét, vagy csak a papucsát, és ilyenkor viszont a két csizma levetetten árválkodott a polcon. Ez persze az igazi csizmát nem bántotta, hanem csak azt, amelyik eredetileg a varacskos torkany volt. Ilyenkor sajnálhatta, hogy nem talált ki jobb szórakozást annak idején, mint pont a nyeldeklősdit. Azért jó oldala is van a történetnek, mert egy évben egyszer, Mikulás ünnepkor, amikor is az emberek egymás cipőjébe vagy csizmájába csoki Mikulásokat dugdosnak, akkor bizony még a varacskos torkanyból lett csizma is örülhet. Egy ideig boldog lehet a szájába betömködött ajándékokkal. Itt a mese véle, fuss el mégse! Mese az ugróbugró bábonyról, akinek a neve Csimpasz, és aki addig-addig, amíg már tényleg. Hol-hol, hol-nem-hol, vol-nem-hol egy ugróbugró bábony, aki nem csak a többi fajta bábonyoknál volt sokkal ugribugribb, hanem még saját ugró-bugró bábony társait is maga mögött hagyta ugrásban és bugrásban. A legjobban ugrabugrálni szeretett, és mivel lehet országba született, ezt meg is tehette mindenféle akadályoztatás nélkül. Csak hogy ez a bábony nem elégedett meg az egyszerű ugrás-bugrással, ő inkább valaki másra ráugrálni szeretett. Utána megcsimpaszkodni a nyakában. Ezért is nevezték el ezt a bábonyt Csimpasznak. Az ám, de sajnos a valaki mások túlnyomó nagy többsége nem szerette igazán, ha egy bábony a nyakukba ugrik, ezért kérték őt szép szóval. Ugorjál te az akárhová, de ne én rám a nem jóját! Ezért aztán Csimpasz, mivel megfogadta a jó tanácsot, elindult akárhová. Ment, ment, mendegélt, míg egyszer csak megérkezett akárki városba. Nagyon tetszett neki az itteni élet, mert itt sokan laktak, annyira sokan, hogy anélkül elvegyülhetett az emberek és az állatok között, hogy valaki felismerte volna. Itt aztán megtehette, hogy egy bódé tetejére fölmásszon, és onnan kiválassza a neki legmegfelelőbb járókelőt, ráugorjon, egy kicsit csimpaszkodjon a nyakában, és aztán elszaladjon, mielőtt még csődület támadna. Egy pár utcával arrébb pedig megismételhette ezt a csínyt anélkül, hogy az ott járkálók tudomást szereztek volna előző kalandjáról. Csak hogy ez a csimpasz lassanként annyira mohó lett, annyira vágyott az ugrás-bugrás csimpaszkodásra, hogy a bőség zavarába bonyolódván sokszor már nem is tudott választani az alatta sétálók között. Egyszerre ugrott volna két, vagy akár három szimpatikus járókelő nyakába is, ennek aztán mindig az lett a vége, hogy egyáltalán nem rugaszkodott el, hanem tanástalan arccal ott maradt csücsülve a fa, az oszlop vagy a bódé tetején, mármint ott, ahova előzőleg fölmászott. Közben persze egyre nőtt benne a feszültség, egyre jobban szeretett volna már valakin csimpaszkodni, de pont emiatt egyre kevésbé tudott választani a megjelenő lehetőségek közül. Egy alkalommal aztán megtörtént, hogy éppen zsákmányra lesett egy lámpaoszlop tetejéről, amikor feltűnt egy kis csoport gimnazista lány. Öten voltak, szebbnél szebb mindegyik. A bábony reszketett a vágytól, hogy a nyakukba ugorhasson, de most még az előzőeknél is nehezebben tudott választani, mivel semmiképpen sem akart volna lemaradni egyikről se, ezúttal szóba se jöhetett, hogy tépelődve ülve maradjon az oszlop tetején és futni hagyja a lehetőséget. Ezért aztán, amikor aláértek a lányok, ő anélkül ugrott, hogy tudta volna, hogy kire is ugrik. Ugrott tehát egyszerre öt felé. És mivel egyik irányba sem ugrott nagyobb erővel, mint a többibe, ráadásul így tulajdonképpen sehova se célzott igazán, hanem csak úgy nekilendült valahová, egy szempillantás alatt átesett egy másik dimenzióba.
éppen a valóságba. Annyira csak az ugrás és a csimpaszkodás érdekelte abban a pillanatban, hogy vágya valóra vált. Igen ám, de mivel öt felé ugrott egyszerre, a valóságban már megötszöröződve jelent meg. És mivel ott nem léteznek bábonyok, az lett ő belőlük, amikké még leginkább válhattak. Lett tehát belőlük egy ötszemélyes akrobata ugrócsoport. Bizony, csimpasz az ugró-bugró bábony már nem ért földet akárki városban, hanem ehelyett ott állt, azaz ott álltak öten a valóságban, egy cirkuszban, fellépésre várva a függöny mögött, és csodálkozva nézegették magukat, azaz egymást, mert mostantól fogva már így léteztek. Ráadásul már nem úgy néztek ki, mint ahogy az ugró-bugró bábonyok kinézni szoktak, hanem öt egyforma izmos fiatalemberré lettek, akiken szépen feszült a csíkos cirkuszi mez. És akkor a porondról felhangzott a konferencié hangja. És most mélyen tisztelt publikum, következik a szenzációs csimpasszió ugrócsoport! És neki akkor, aki hirtelen öten lett, mennie kellett. Egyszerre öt felé kifutni a porondra hajlongani, majd frissen fiatalosan átugrálnia egymást, majd különböző trükkös szökellések bemutatása után egymás nyakába állt, és a saját nyakába ugrált egy ugródeszka segítségével. Most aztán végre tényleg nem kellett mással foglalkoznia, mint ugrálni és bugrálni és csimpaszkodni. A részei annyira értették egymást, mintha egy ember lettek volna, tehát minden a legjobban haladt a körülményekhez képest. Ám a csimpaszió ugrócsoport mégsem volt elégedett. Nem érezte jól magát a valóságban, hiányoztak Lehetország lehetőségei és a szabad hangulat. Így aztán az egyik este, előadás után összedugta fejét mind az öten, és elhatározta, hogy mégis inkább visszatérne Lehetországba, és ötöd magát újra egyesítené. Szerencsére, mintha a találékonysága is megötszöröződött volna, mert ezen az estén öten egyszerre jöttek rá, hogy csak az a jó megoldás, ha most visszafelé lejátsszák a folyamatot, amelynek a révén ide kerültek. Azaz, a megoldás az, hogy ezúttal öt irányból kell egyszerre ugraniuk egy pontba, de annyira pontos egységes akarattal, hogy ténylegesen egyé olvadjanak össze. És mivel ez csak Lehetországban lehetséges, ezért ezáltal egy csapásra vissza is kerülnek oda. Nem is halogatták a dolgot, hanem a kihalt porondon felállítottak öt ugrózsámolyt, és elkezdtek egyszerre középre ugrani. Az első két esetben csak összegabajodott kupac lettek a porond fűrészporos talaján, de harmadszorra olyan jól sikerült időzíteni az ugrást, és olyan egységes akarattal rugaszkodtak el, hogy visszafelé is sikerült a csoda. Egyé váltak. Újra ott állt tehát csimpasz, az ugró-bugró bábony, akárki város egyik utcáján, nem messze attól a helytől, ahonnan átesett a valóságba. Boldogan megtapogatta magát, és nagyon örült, hogy már nincs öten, hanem csak egyedül, és hogy nem kell tovább a valóság levegőjét szívnia. Rögtön ezután megfogadta, hogy soha többé nem veszíti el vágyai felett az uralmat, és hogy már nem fog kéretlenül senkinek a nyakába ugrani, pláne egyszerre ötnek. No, itt vagy mégse fuss el végre. Barna, űrméretes, rendcsendős.
a tied, és a tied, vigyázz kislány, üde barna, bűméretes, recsentős. Inkább megyek én is veled, minyókától megvédelek, puttonyodra ne ugorjon, puttony fölé ne guguljon, a szájába be ne tömje, ne rágja meg, le ne nyelje, megvédelek, a puttony bajtól veled megyek, ám magamtól, mert tudd meg azt, hogy mi van akkor, ha a minyókának minden klappol. A puttony való minyóka ráveti magát a puttonyra, a szájába belegyűri, összerágja, lenyeldekli, recseg, ropog a puttony testes, apró darabokra szedve, megevődik összerágva, a minyóka szája tátva, na oda, mint bevándoros, a puttony helyén csak búscsönt volt. Ha még mindig éhes, könnyen lehetséges, hogy épp itt a közelben, csak várni malesben. És ha jön egy puttonyos, kinek puttonya nem dohos, mert aztán megérzi, ha puttony macak régi, tereszúcsokkal, állott plöty ragacsal, akkor ám vadundor grimaszodik arcán, s gusztusosra vágyva megfordul a sarkán, tovább kémmel kortyázik oson, lebújik csendben, kuksol hason, s lehet, hogy épp ide vezérelték őt, a puttonyban érdekelt vezérlő erőt.